9-0. Ennyire nyert szeptemberben az MTK hazai pályán az Újpest ellen. A lilafehérek ráadásul tavasszal is 3 vereséggel kezdtek, míg a kékfehérek 3 győzelemmel. Ezúttal pedig Újpesten már az első percben egy nagy helyzettel, ám Olivera Mirunovic próbálkozását fogta Papp Petra. A 4. percben viszont már előnybe került a vendégcsapat, Zágor Bernadett ment el a bal oldalon, majd megjátszott a Csuhai Vivient, aki pedig nem is hibázott az ittszerben, 0-1. A 10. percben Mirunovic ugratta ki Liubu Hutcsankát, de Papp megint hatalmasat védett. Pechére azonban a kipattanóra Csuhai csapott le, és már is 0-2 állt az eredményjelzőn. A 17. percben pedig már 0-3, ekkor 6 méterről Maria Palama vette be a hazaiak kapuját. Egy perccel később aztán lőtt egy hatalmas gólt Zágor is, méghozzá a jobb oldalról, 0-4. Majd a 25. percben Zágor próbálkozott ismét távolról, de ezúttal megfogta a labdát Papp. 5 percek később viszont már nem tudta, Mirunovic adta be a jobb oldalról a labdát Zágornak, aki duplázott, 0-5. A 42. percben Haraszti Fanni szabadrugása következett, de 20 méterről végül nem talált el a kaput. A 44. percben pedig Csuhai befejelte a 3. gólját is, 0-6. Ez is volt a félidőben az állás. Nagyon jó érzés volt gólt rúgni, főleg, hogy megrúgtam az első mesterhármasomat, pont a volt csapatom ellen, most sikerült kipattanóból fejes gólt is rúgnom. A játékképpel az első félidőben szerintem jót mentünk. Az első félidőben nem volt szerencsénk, az ellenfélnek pedig minden összejött. Az a 6 gól, amit kaptunk, nem volt benne a játékban. Ha változtattunk volna menet közben a taktikán, valószínűleg másként alakult volna az eredmény is. A második játékrészt már jobban kezdte az Újpest, Olena Limár lépett ki zicserben, de Vargaluca nagyon nagyot védett. Az 54. percben viszont jött egy újabb MTK helyzet és egy újabb MTK gól, ezúttal Hutcsanka volt eredményes, 0-7. A 60. percben aztán ismét ő került helyzetbe Palama kiugratása után, de Limár nagyot mentett. A 83. percben újra Csuhai volt a főszereplő, ám éles szögből végül nem talált el a kaput. A 86. percben Barkóczi Bernadett bemutatta, hogy fekve is lehet kis ilyen gólpaszt adni, de László Henrietta ígéretes helyzetben fölé vágta a labdát. Így a végeredmény Újpest MTK 0-7. A mai mérkőzésen hoztuk a papírformát, az első fél időt nagyon jól kezdtünk meg, nagyon jól mentünk bele a játékba. Ez mutatja is, hogy az első fél időben már 6 gólt tudtunk szerezni. A második fél időben egy kicsit belekényelmesedtünk, ez további elemzésre vár, de azt hiszem, hogy jól haladunk a bajnokságban. Nagyon szépen köszönöm az Újpestnek a lehetőséget, illetve az edzőnek, hogy pályára léphettem. Próbáltam harcolni, megtenni mindent, és nagyon sajnálom, hogy kikaptunk. A továbbiakban is küzdeni fogok, és szeretnék minél több meccset megnyerni a csapattal. Most a sötétből szerintem drugoly. Első fél időben még mindig az ülői pályán voltunk. Ott kimondottan erelvált gyenge játékot produkáltunk, és ezt folytattuk az első fél időben. Nem tudtunk magunkhoz térni, gyakorlatilag rajtunk múlott minden egyes akció, hogy ez most góllal vagy gól nélkül fejeződik be, nem igazán tudtunk eljutni az ellenfélnek a kapujához. Összességében meg vagyok elégedve, mert nyertünk fölényesen. Két részre szedném a mérkőzést. Első fél időben megvoltak azok a támadások, meg azok a mozgások, amit szerettem volna látni. Az volt a terv, hogy minél hamarabb döntsük el a mérkőzést. Természetesen utána próbáltunk belecserélni. Fiatalok lehetőséget kaptak, ott már akadozott a játék, nem is jöttek a gólok. Sikerével az MTK továbbra is a 3. a tabellán, míg az Újpest az utolsó.